Zalaegerszegen a tankerület adatai szerint 469-en írtak írásbeli felvételit, ami elengedhetetlen a gimnáziumba jelentkezéshez. A végső döntésről szóló határozatot május 2-áig kézbesítik. Az Zalaegerszegi gimnáziumok mindenki előírta a központi írásbeli, illetőleg az Zrínyi gimnázium pedig szóbeli is van. Ezeknek a jelentkezési lapoknak a gimnáziumok, a gyerekeknek most 21-én lesz a beadás határidő, és most dől el, hogy melyik iskolát hány gyermek választotta, és majd a felvételi eljárás végén pedig kiderül az, hogy sikeres vagy nem sikeres ez a felvételi. A Csány László technikumban idén is sokszoros túljelentkezésre számítanak. Az intézménybe mintegy 120 tanulót vesznek fel. A képzések, mivel gyakorlati és elméleti téren egyaránt pallérozzák a fiatalokat, egyre népszerűbbek. Az idén is nagyon magas a túljelentkezésünk. A tavalyi évben 3-4-szeres volt, ezt az idén is körülbelül 4-szeres lesz. A technikumokat azért is választják nagyon sokan, és egyre többen, mert gyakorlati tudást kapnak a gyerekek. Ugye a technikumi 5 éves képzés után kapok egy technikusi bizonyítványt arról, hogy ugye vállalkozási ügyvitel ügyintéző vagyok. Ezzel együtt ugye kapok egy érettségit is, tehát ezt a többletet nyújtja a technikumi képzés az gimnáziumokkal szemben. Ami plusz az még nyújt, az a gyakorlati képzés, tényleg én ezt tudom kiemelni. Nagyon jó oktatók vannak itt az iskolában, akik nem csak oktatók, hanem szakmai tapasztalattal is rendelkeznek. A tankerületben idén összesen 946 végzős általános iskolást tartanak nyilván. Az őket érintő felvételi jegyzéket március 22-én hozzák nyilvánosságra, a jelentkezéseken pedig április 8-áig lehet módosítani. Az ideiglenes rangsort április 22-én hirdetik ki.